A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ez volt életem legnagyszerűbb pillanata. Hely, bekanyargós út vezetett idáig. Ifjú koromban színész akartam lenni. Aluszom-e? Vagy ébren vagyok? Ha! Bízisten, ez nem így van. Hol, aki megmondja, mi vagyok? Ha? De a nép, az Isten adta nép, még nem volt elég érett a művészetemhez. Évekig próbálkoztam és nélkülöztem szerte az országba. Barangol a vándorszínész egy falutól a másikig. Meleg ruhája nincs ugyan, de mindazáltal éhezik. De tudtam, hogy egyszer eljön a pillanat. Sanyikám, itt van 75 pengő forint előleg. Kiadjuk a verseidet. Ez az, komám! Sok versemet olvasta a nép, és szerették. Olyat írtam, amit egy magamfajta alföldi fiú is szívesen olvas. Így készült el 6 nap és 6 éjszaka a János Vitéz. Gratulálok, Sándor! Ez az alkotás bármely irodalomnak díszére válna. Sikerült, amire vágytam. Megszerettettem mindenkivel a verseket, és magamat is kicsit. És ki a legjobban szeretett? Ez gyönyörű. El is vettem feleségül. Az én Júliámat. Teljes volt az életem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. A forradalom napján a Pilvaxból indultunk. Először a kávézóban olvastam fel művemet. Rajta magyar! Híja haza! Sándor! Nem lehet rajta magyar! A magyar népnek elébb talpra kell állnia! Legyen hát talpra magyar! Jól van! Talpra magyar! Híja haza! A többi pedig már történelem. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! És ez még csak az én történetem volt. Ismerd meg reformkori barátaimat, akik nagyszerű ötleteikkel és tetteikkel megújították az egész országot. Tarts velünk, és meglátod, még a tanulás is izgalmassá válik. Weboldalunkon sok mindent megtudhatsz rólunk, hogy nőttünk fel, kik voltak a barátaink, hogyan lettünk hősök. Rengeteg izgalmas történettel készülünk. Ide mindig érdemes lesz eljönnöd. Lesz egy saját albumod, amiben összegyűjthetsz minket. Mire az összes matricát beragasztod, már nagyon sokat fogsz tudni rólunk és a reformkorról. És képzeld, mobilappunk is lesz ám. Itt bármikor megtalálsz minket egy kis játékra, úgyhogy közben tanulsz is. Ha elég ügyes leszel, olyan érdekességeket is megtudhatsz rólunk, amiket talán még a szüleid sem ismernek. Szeptemberben várunk a suliban, hogy unalmas magolás helyett szórakozva tanulj rólunk. Fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Most szaladnom kell verset írni egy tyúkról, de suli kezdéskor újra találkozhatsz velünk a reformkor nagyjaival! És sose feledjétek, a legnagyobb magyarok is kicsiben kezdték.